Tartottam Pók Attila vagyok, és Misszívetsző igazgatom távolétében, mint a felsőfokú tanulmányok intézetem mutatását. Engem ért a megtiszteltetés, hogy moderálhatom a mai estét, és bemutathatom Lába István. Ez is jól kezdődik. Nagyon jól kezdődik. Ez is jól kezdődik. Lába Iván barátomat és kollégámat, akit nem túl régen, csak olyan 30-40 éve ismerek. És nem a funkcióit szeretném bemutatásként felsorolni, hanem arról szeretnék egy-két szót szólni, hogy a politikával többféle módon lehet bejutni. Ugye van olyan az a módszer, hogy valaki már az egyetemtől, vagy akár a középiskolától kezdve arra készül, hogy majd az államigazgatásban vállal valami szerepet, és aztán megtanulja a szakmát, és becsületesen végzi a munkáját. Kiváló szakemberek irányíthatják így az állam élet különböző területeit. De van egy másik mód is, amikor valaki úgymond igen szabad értelmiségének készül, de valahogy úgy alakul a világ, hogy bekerül a politikának a körforgásába. Hogy Lába Iván egy ilyen típusú ember, aki alapvetően egy irodalmár, én azt mondanám, hogy egy szabad bölcsész, aki nagyon kreatív gondolkodású, és nem csak szűk horizonton, hanem mind disziplinálisan, mind regionálisan nagyon tág összefüggésekben gondolkodik. Megtanulta a régió összes nyelvét, megtanulta megtanulta minden, többé-kevésbé megérteti magát a régió valamennyi országában, megtanulta a világnyelveket, és aztán úgy alakult a világtörténelem, hogy egy kritikus pillanatban, 89-90-ben ő is elkezdett bekerülni a politikának a fő vonalába, így lett nagykövet, így lett államtitkár, és az a ritka típus, aki a politika sodrása ellenére meg tudta őrizni a kreatív értelmiségi létét. Azért ez egy nagyon nagy teljesítmény, és ennek a kreatív értelmiségi létnek most az egyik pillére az, hogy együtt dolgozhatunk a felsőfokú tanulmányok intézetében, ami hát próbál különböző hidakat építeni, nem csak az egyes disziplinák és a művészetek és a disziplinák között, hanem a maga sajátos módján a politika és a tudomány között. Egy olyan előadót hallgathatunk, akinek nem csak témája az, amiről beszél, hanem bizonyos fokig az élete is. Az élete, az élettapasztalata, és én azt hiszem, hogy egy nagyon különleges előadásra számíthatunk, és Iván, tiéd a tér. Köszönjük szépen! Nagyon kedves, hogy bemutatták. Tisztelettel üdvözlök, köszöntök mindenkit. Igen, a téma olyan, hogy sok-sok anekdotát tudnék mesélni abból az időszakból, amiről itt szó van, nevezetesen a rendszerváltoztatásról, de mindegyiket nem fogom elmesélni, bár öreg ember már sokat anekdotázik, de egy-kettőt majd elmondok. Kezdem talán az alapkérdéssel, és ami még nincs itt a táblán, nevezetesen a fogalommal. Ugye a mi történt 30 éve, rendszerváltás történt, mondja a történetírásnak egy bizonyos csapata. Aztán van, aki azt mondja, hogy rendszerváltozás történt, én a rendszerváltoztatás fogalmát szeretem. Antal József annak idején azt mondta, hogy gatyát váltunk, lovat váltunk, de a rendszert azt megváltoztatjuk. Tehát a rendszerváltás fogalmát azt ne használjuk, mondta ő. Én azóta nem is használom, írtam egy doktori disszertációt a magyarországi rendszerváltoztatásról, ez megjelent a Veritas kiadóban 5 évvel ezelőtt, Rendszerváltoztatás Magyarországon címmel, és aztán itt a Felsőfokú Tanulmányok Intézetében pedig megjelent egy ilyen kis könyvecském, ennek pedig az a cím, hogy a kommunizmus bukása, mert hogy ez a következő terminus, amit használni lehet arra az időszakra, amiről beszélünk. Ezt, hogy rendszerváltás, rendszerváltoztatás, ilyesmi, ezt a magyar
politológia és történetírás használja. A szomszédos országokban, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban úgy emlegetik ezt az időszakot, hogy párt kommunizmus, vagyis a kommunizmus bukása, a kommunizmus vége. Ezt a lengyel történetírás is, a szlovák is, a cseh is, és a többiek is így használják. Ugye a marxista hagyományú történetírás azt nem szereti, mert ugye ott a történelmi materializmusban tanultuk ugye a szocializmus különböző fázisait, a népi demokráciát, a szocializmus, a fejlett szocializmus, és jött volna a kommunizmus, ami szerencsére nem érkezett el, mert addigra már az egész összedőlt, tehát nem szeretik azt mondjuk, hogy a kommunizmus bukott meg. Én viszont azt mondom, hogy a kommunizmus az volt, amit a kommunisták csináltak, és az bukott meg. Tehát a kommunizmus bukása az egy megfelelő fogalom erre, amiről beszélünk. A nemzetközi összefüggésekről pedig, hogy rátérjünk a témánkra. A nemzetközi összefüggésekben ugye sok mindenféle, csak ilyen sejtetés, a mai, főleg a publicisztikában elég sokféle sejtetés kering, hogy milyen titkos összeesküvések voltak, meg hol döntöttek a sorsunkról, meg van egy csomó minden, amiről nem tudunk, de majd fény fog rá derülni. Hát majd megpróbálok végigfutni itt egy-két gondolaton, és aztán a végén meglátjuk, hogy mi az, amire még itten fény derülhet. Nagyon messziről kellene elindulnunk, mert ugye a kommunizmus története, vagy a szocializmus története, az lényegében Közép-Európában a folyamatos lázongások története, a folyamatos lázadások, a felkelések, az ellenállás története. Ugye az első 1953-ban volt még az NDK-ban egy munkás lázadás, amit ott állomásozó szovjet csapatok igen keményen levertek és belőrődtek a munkásokba. A következő volt ugye Lengyelországban és Magyarországon 1956-ban, ott se kíméltek bennünket nagyon, és aztán a következő volt 1968-ban, ugye Csehszlovákiában. Ott kell valahol kezdeni, hogy Csehszlovákiánál, ugye volt egy szovjet pártitkár, akit Brezsnyevnek hívtak. Ez a Brezsnyev 64-ben került hatalomra, előtte Hruscsov volt a Szovjetunió pártjának első titkára. Hruscsov a sztálini időknek a leleplezője volt, tehát a 20. pártkongresszuson elmondta, hogy a sztálinizmusnak milyen bűnei vannak, és úgy tűnt, mintha valamiféle olvadás indulna a Szovjetunióban, de aztán az 56-os magyar forradalom leverésével az erő is megmutatta a fogait, vagy kimutatta a fogafehérjét. És aztán így 64-ben Brezsnyev buktatta meg ugye Hruscsovot, de Brezsnyev is hamar megmutatkozott a nemzetközi porondon, hiszen 1968-ban ő volt az a pártfőtitkár, aki a csehszlovákiai reformkísérletet leverését vezényelte, és ezután született meg a Brezsnyev doktrína, ami már témánkba illik. A Brezsnyev doktrína ugye úgy szólt, hogyha egy országban veszélybe kerül a szocializmus, akkor az összes többi országnak a feladata, hogy ennek az országnak segítséget nyújtson. Ez a Brezsnyev doktrína, ez teljes mértékben rímel a NATO szerződés 5. cikkelyére, amelyik úgy szól, hogyha egy államot támadás ér, akkor a bármelyik, a többi állam úgy tekinteti, mintha őt érte volna a támadást, tehát segíteni, megfontolhatja a segítséget. A NATO 5. cikkelye így szól. A különbség az, hogy a NATO szerződésben pontosan le van írva, hogy a katonai támadás éri, akkor mi a teendő. A Brezsnyev doktrínában pedig az van, hogyha veszélybe kerül a szocializmus, már pedig, hogy mikor kerül veszélybe a szocializmus, azt a szovjet elvtársak döntik el Moszkvában, mondjuk a pártpolitikai bizottságában, tehát itt ez egy sokkal ugye, tágabb keret. Ez a Brezsnyev doktrína, ez 1986-ig volt érvényben, és majd eljutunk odáig, hogy ott Gorbacsov mit lépett. 82-84 között ugye jött Andropov, aki ő lett a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkára, ő már akkor beteg volt, amikor megválasztották, és 84-ben másfél év után meg is halt. Miről volt híres Andropov? Számunkra arról volt híres, hogy ő volt a Szovjetunió nagykövete 1956-ban, itt Budapesten, amikor ugye a megszállás történt, meg a forradalom leverése, és hát még engem ért egy érdekes élmény, nem is van nagyon régen, még mondjuk 6 évvel ezelőtt, amikor bementem egy nemzeti ünnepi fogadásra az orosz nagykövetségre, és ott a
a díszlépcső feljárója mellett a falon van egy ilyen hatalmas nagy emléktábla, ami bizony Andropovra emlékezik, mint a Szovjetunió akkori néhai nagykövetére, aki ebben az épületben, stb. Tehát egy nagyon szép ilyen dicsimnusz Andropov 1956-os szerepléséről, ennyit az orosz politika kontinuitásáról. A következő pártfőtitkár volt ugye Csernyenko, aki szintén nem élt nagyon sokáig, és megválasztották. Csernyenko nyilvánvalóan egy olyan pártfőtitkár volt, akit ideiglenesnek választottak eleve, amikor a belső hatalmi harc még nem dőlt el, és megválasztották őt azzal, hogy majd valahogy eldől a hatalmi harc. És hát Csernyenko ugye, ahogy hogy még kicsit ironizáljak, megfelelő időben meghalt addigra, hogy akkor már a hatalmi harc eldőlhetett. És így választották meg 85-ben Gorbacsovot. Gorbacsovról ugye sok mindenfélét mondanak, írnak. Gorbacsovnak van egy gyönyörű emlékirata, ajánlom figyelmükbe, ez magyarul van meg, egy rendkívül élvezetes olvasmány. Az emlékiratakról tudjuk, hogy hát az emlékirat írók vagy igazat írnak, vagy nem. Ugye a napló ennél egy fokkal hálásabb, mert azt, ha nagyon nem fésülik ki, akkor az úgy többé-kevésbé tükrözi az adott pillanatot. Az emlékiratot az ember úgy ír, hogy azt írja bele, amit akar, és azt hagy ki bele, amit akar. De ez egy érdekes könyv, majd idézni fogok azért egy-két gondolatot belőle. Érdemes elolvasni, leginkább azért, mert a Gorbacsovnak a szellemiségét, a gondolkodását tükrözi. Én azt hiszem, az egész folyamatnak, az egész, annak a történelmi pillanatnak, amit 85 és 92 között ilyen, a világpolitika átalakulásának nevezünk, ennek a kulcsfigurája ő volt. Rendkívül fontos történelmi személyiség, megítélése ilyen-olyan, én nagyon-nagyon nagyra tartom, és az, ha nem jött volna Gorbacsov, akkor nincs a rendszerváltozás. Persze a történelemben tudjuk, hogy ilyen, hogy ha. Ez nem nagyon szakszerű megfogalmazás, mert hát azt tudjuk értékelni, ami volt, és hogy mi lett volna, azt nem tudjuk. Van mindenféle elmélet, hogy akkor is összedőlt volna a szocializmus. Hát valószínűleg összedőlt volna, csak nem akkor, hanem talán később, nem ilyen módon, hanem más módon, esetleg vérrel, háborúval, stb. Tehát valószínűleg összeomlott volna, de az, hogy így zajlott le, és békésen történt, és ilyen emberi módon, hogy szabad ilyen metaforát használnom, mert ez egyfajta metafora, ugye, az neki volt köszönhető. Róla azt kell tudni, hogy ő egy ilyen a krasznodári körzetben élt, dolgozott, ott nőtt föl, és hát teljesen szabályosan egy ilyen párt aparatcsik karriert futott be. Az érdekessége, ha úgy tetszik a családjának az, hogy családjából többen megjárták a gulágot a felmenői közül, és voltak olyanok, akik ott haltak meg. És ez az ő bennem nagyon mély nyomot hagyott ez, hogy így, nem így kellene szocializmust építeni, hanem a szocializmusnak egy emberi formáját kellene létrehozni, és így aztán az a változat, amit ő elkezdett és amin elkezdett dolgozni, az ugye nem kis mértékben hasonlított ahhoz, amit a csehszlovák kommunisták kísérleltek meg 1968-ban. Ugye a 68-as kísérletet nevezték el ugye emberarcú szocializmusnak. Erre mondta Brezhnev, amikor a Dubcsekkel találkozott Moszkvában, és Dubcsek mondta, hogy ők szocializmust akarnak építeni, csak emberarcú szocializmust. Akkor Brezhnev megkérdezte tőle, miért és nekem milyen arcom van. És ugye erre elég nehéz volt megfelelő választ adni, hogyha ő az ember arcú, akkor a másik milyen arcú. De lényegében Gorbacsov ugye más méretekben, de ugyanazon elvek szerint próbálta elindítani az ő saját belső reformját. Csak hát éppen a Szovjetunióban kellett ezt megtenni, egy olyan országban és egy olyan birodalomban, amelyik hát méreteiben és problémáiban sokkal nagyobb volt, mint mondjuk az 1968-as csehszlovákiai kísérlet. Ugye először azt mondta, hogy legyen az uszkorenyi az azt jelenti, hogy gyorsítás. Gyorsítsuk mit? Hát a gazdasági fejlődést. De kiderült, hogy nincs gazdasági fejlődés, hanem akkor, ahogy nevezték, pangás van. Ugye azt mondták, a brezsnyevi pangás. Mit jelentett a brezsnyevi pangás? Hát azt a gazdasági csődtömeget, ami ugye a Szovjetunióban akkor volt, gazdasági, adminisztratív és mindenféle csődtömeget. Hát akkor azt nem lehet fölgyorsítani ugye a pangást, hanem akkor mit csináljunk? Hát akkor beszéljük meg. Ugye ez volt a glasnost. Hogy beszéljük meg. No, ez már elég komoly olyan lépés volt,
ami komoly feszültséget és frusztrációt okozott a testvérpártok vezetőiben, ugye főleg a kemény vonalasabbakban. Ugye, hogy akkor most mi történik a Szovjetunióban? Elkezdenek mindenfélét írni. A szovjet sajtóban olyan dolgok jelennek meg, ami hallatlan, ami szörnyű, ami elképesztő, és mindenki írhat mindent. Micsoda világ ez? Mondta a Honecker, mondta Huszák, és a többiek, hogy hát milyen világ van a Szovjetunió, és hova fog ez vezetni, ha akárki, akármikor elmondhatja a véleményét. Ugye ez volt a glasnost. És a glasnost, vagyis a nyílt vita, az elvezetett oda nagyon hamar, hogy hát komoly társadalmi átalakításra van szükség, hát ezt nevezték aztán el ugye Perestroikának, és az egész folyamatnak ez lett a neve, Perestroika. Azt, amit elindított Gorbacsov, azt, amit már jeleztem, a különböző politikai vezetők Közép-Európában természetesen különbözőképpen fogadták, de mindegyik aggodalommal fogadta. Gorbacsov két országot tekintett olyannak, amelyikkel külön foglalkozni érdemes számára. Az egyik ugye Lengyelország volt. Lengyelország ugye 80-as évek végére lényegűen megint egyfajta politikai csődbe jutott, és azt éreztek, túl nagy az az ország ahhoz, hogy ott újra kitörjön valami, tehát azt valahogy meg kell oldani. Külön Jaruzelszkivel külön tárgyalásokat folytatott, hogy hogyan lehetne konszolidálni, és hogyan lehetne átsegíteni Lengyelországot azon a válságon, amiben újra 86-87-ben belekerült, és így került sor aztán 88-ban azokra a tárgyalásokra, amelyek elvezettek Lengyelországban a 89-es ugye, részben szabad választásokhoz. Ez maximálisan Gorbacsov támogatásával történt. Tehát ami Lengyelországban történt, az nem az orosz kommunisták ellenében történt, hanem leginkább a lengyel kommunisták ellenében történt. A másik ilyen országnak Magyarországot tekintette, Magyarországot ilyen kis laboratóriumnak tekintette. Ezt nekem Posga Imre mesélte el annak idején, amikor ilyen hosszabb interjút készítettem vele, hogy Gorbacsov úgy tekintette Magyarországot, mint egy ilyen jópofa kis laboratóriumot, amit talán egy kicsit kisebb, mint a krasznodári terület, ahol ő pártfőtitkár volt, és nézzük, hogy mit ügyködnek a magyarok, ugye a mezőgazdasággal, mitől sikeres a magyar mezőgazdaság, hogy működik ez az a rendszer, ahol vannak ilyen magánkisboltok, meg ez, meg az, meg amaz. Tehát ő ezt ilyen érdeklődéssel nézte, és szimpátiával is nézte. Kádár János már nem nézte ilyen szimpátiával, nagyon érdekes, megmaradt egy ilyen feljegyzés, ezt is Posgai mesélte el nekem, hogy az egyik ilyen zárt körű beszélgetésen, ott az egyik elvtárs így a poharazgatás közben elmondta, hogy hát milyen jó, hogy a Mihály Szergejevics ilyen reformokat vezet be, és hogy halad előre a Szovjetunióban az egész, és Kádár azt mondta neki, hogy vigyázz, mert ez az ember lesz a szocializmus sírásója. Mondta neki, hogy körülbelül 1986-87 tájékán. Tehát Kádárnak nagyon jó ösztönei voltak, ami ezt a világot illeti, és pontosan érezte, hogy olyan irányba megy az, amit Gorbacsov megnyitott, ami nem egészen illik ahhoz a képhez, amit ő a szocializmusról ápolt. A többi politikai vezető Közép-Európában ugye ez rettegettettől. Hát számukra rendkívül idegen volt Ceausescu-nak is, Zsivkovnak is, Honeckernek is, Huszáknak is, borzalmasan idegen volt mindaz, ami zajlott, és hát ugye bekövetkezett a történelemben, Közép-Európa történetében, a mi életünkben egy olyan pillanat, ami maga volt az abszurditás. Az NDK-ban 1988-ban megtiltották a Sputnik című szovjet lap árusítását, Csehszlovákiában 87-88-ban korlátozták a Szovjetunióból bejövő sajtó árusítását. Miért? Mert a szlovákok, csehek elég jól tudtak oroszul olvasni, és úgy érezte a csehszlovák pártvezetés, hogy megfertőzik a csehszlovák társadalom tudatát a szovjet lapokkal. Tehát korlátozták, megtiltották, kitiltották, stb. Tehát olyan helyzet állt elő, hogy a Szovjetunióból jövő sajtót azt ugye nem lehetett szabadon kapni ezekben az országokban. Nézzük meg a nemzetközi viszonylatot, hiszen az a legfőbb feladata a mai estének. A hidegháború vége. Mi volt a hidegháború? Ugye tudjuk, hogy a hidegháború lényegében a Churchill beszéddel kezdődött valamikor 1946-ban, és ez nem volt egyéb, mint a frontális szembenállással két politikai tábornak, a Szovjetunió vezette a kommunista tábornak, és az Egyesült Államok vezette nyugati tábornak. Ez a két tábor
ez ugye egy ilyen folyamatos versengésben volt, és időnként ilyen úgynevezett proxy háborút vívott. Mit jelent a proxy háború? Az azt jelenti, hogy nem maguk vívják a háborút, hanem a szövetségeseikkel vívatják meg. Ugye ilyen proxy háború volt az elején mondjuk Dél-Korea tipikusan, csak aztán abban közvetlenül beavatkoztak ugye az amerikaiak, de hát ilyen háború volt a vietnámi háború is, először Dél-Vietnám és Észak-Vietnám között, csak Dél-Vietnám nem bírta tartani magát, abba is aztán közvetlenül beleléptek ugye az amerikaiak. De ilyen háború több lezajlott a 60-as, 70-es, vagy például az izraeli-arab háború, ugye ez tipikusan ilyen proxy háború volt, Izraelt az amerikaiak támogatták, az arabokat az oroszok támogatták, és egy ilyen nagyon szép ilyen proxy háborút vívtak ott azon a környék. Tehát ez egy tipikus, a hidegháború azt jelentette, hogy ők közvetlenül nem háborúznak egymással, politikailag háborúznak, és a közvetlen véres háborút az pedig másokkal intézik el. A hidegháború végét Gorbacsov hirdette meg, mégpedig 1986. január 15-én tartott egy beszédet, amiből azt mondta, hogy ennek az egésznek véget kell vetni. Ez az idézet Einsteintől van, ugye ő is azt idézi, azt mondta, hogy az emberiség nem halhatatlan. Ezt Einstein mondta, amikor bizonyos felfedezései után, amikor rájött arra, hogy olyan energiákat lehet megmozgatni, és olyan helyzetet lehet teremteni, amelyre bizony ki lehet írtani az egész emberiséget, és a 60-as, 70-es, 80-as évek fegyverkezése, ez bizony azt bizonyította, hogy az emberiséget fegyveres erővel szépen ki lehet írtani. Nem kell hozzá túl sok. Gorbacsov ezt fölfogta, ugye nem minden szovjet pártfőtitkár volt képes arra, hogy ezt fölfogja, ő fölfogta azt, hogy mit jelent a nukleáris elrettentés. Az elrettentés ugye ez egy katonai műszó, az azt jelenti, hogy én kivédeni nem tudom a te támadásodat, de olyan helyzetet teremtek, hogy te se tudod kivédeni az én támadásomat. Ezt nevezik ugye elrettentésnek. Olyan erőt tudok szembeállítani, hogy te elpusztítasz engem, de én is elpusztítalak téged. Az egész nukleáris fegyver arzenál a 70-es évek végére, 80-es évek elejére körülbelül ilyen lett. Ugye háromféle nukleáris rakétafej hordozó eszköz volt, a rövid hatótávolságú, a közepes és a interkontinentális balisztikus rakéták. Az interkontinentális, a rövid és középtávú az azt jelenti, hogy 525.000 kilométer a hatótávolsága, tehát azzal a Szovjetunió területéről el lehetett érni Európába bármit, de az interkontinentális balisztikus rakéták hatótávolsága az 10.000 kilométer fölött volt, tehát mondjuk az északi Jeges-óceánon keresztül át lehetett úgy lőni, hogy eltalálják vele Chicagót, Boston, New Yorkot, stb. És viszont. És ez azt jelentette, hogy 10-12.000 ilyen rakéta van beállítva egyik oldalon, másik oldalon, mindegyiknek van három robbanófeje, az 36.000 atomrobbanás egyik oldalon, körülbelül annyi a másik oldalon is. Tehát ezt, ha elképzeljük, hogy ez az egész elindul, akkor valóban nem sok minden marad meg a Földön. Tehát ez volt ugye a mutual deterrence, úgy hívták ugye katonailag, az kölcsönös elrettentésnek a politikája. Ennek az volt a szépsége, amerikai filmeket lehet ma is látni, hogy ugye véletlenül megnyomnak egy gombot, az azt a jelzést adja le, mintha elindultak volna a rakéták, és akkor a másik oldalon valóban megnyomják, és valóban elindulnak a rakéták. Tehát ugye az emberi hibázás lehetősége mindig adva van, és ha ilyen esetben az ember hibázik, abból katasztrófa jön. Ezt Gorbacsov fölfogta, és mások is fölfogták, de a probléma, ugye mi politikában mindig másképpen jelentkezik, a politikában azért mindig, és a katonai szembenállásban is mindig úgy jelentkezik, hogy jó, van egy ilyen feszültség, van egy szembeállás, hogyan tudok belőle én előnyösen kijönni. És akkor itt jött elő ugye az SDI, azt hiszem ezt nem írtam ide ki, az a Strategic Defense Initiative, ugye stratégiai védelmi kezdeményezés. Idősebbek talán emlékeznek rá, ez volt az úgynevezett csillagháborús terv. Mit is jelentett ez? 84-ben indította el ugye Ronald Reagan. A csillagháborús terv az azt jelentette, hogy az Egyesült Államok a világűrbe telepít olyan eszközöket,
amelyek képesek elfogni az interkontinentális ballisztikus rakétákat. Ezek a rakéták irtózatosan nagy sebességgel röpülnek, tehát ilyen 25-30 perc alatt eljutnak az egyik kontinensről a másikig, tehát csak így lelövöldözni nem lehet, ez egy speciális védelmi eszköz kell hozzá, egy pajzs, és hogy az amerikaiak ezt telepítik a világűrbe, és onnan fogják a szovjet rakétákat figyelni, meg elfogni. Na most erre ugye mondhatjuk azt, hogy igen, ez védelmi eszköz. De a kölcsönös elrettentésnek, az egyensúlynak egy nagyon fontos eleme, hogyha az egyiknek a védelmi eszközei erősebbek, mint nekem, akkor ott már fölborult ugye a stratégiai egyensúly, mert ő lefogja az enyémeket, én nem tudom lefogni az övét. Tehát már fölborítottam. Tehát ezzel az SDI-vel, vagy SDI-jal, ezzel lényegében az amerikaiak fölborították volna ezt az egyensúlyt, és erre Gorbacsov azonnal reagált. Tehát ugye pontosan tudta, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és az egész eszkalációját nem kellene hagyni a folyamatnak. Ő komolyan gondolta azt, amit gondolt, tehát komolyan gondolta azt, hogy ki kellene lépni a hidegháborús rendszerből, nagyon is komolyan gondolta azt, hogy ennek egy módja van, hogyha a nukleáris fegyvereket fokozatosan leszerelik. A nukleáris fegyverek leszereléséről több tárgyalás zajlott, és az egyik ilyen volt, amikor megegyeztek abban, hogy a rövid és középhatú távolságú rakétákat először megfelezik, aztán teljesen leszerelik. Az interkontinentálisakkal volt a nagyobb probléma, mert azok ugye nem harcászati, ahogy nevezik, hanem hadászati fegyverek, azok stratégiai, nem taktikai fegyverek, ott azért elég nehéz bármit is leszedni, és volt még egy harmadik terület, ami nagyon fontos volt, ez pedig a hagyományos fegyverek. Ugye irdatlan mennyiségű katona volt Közép-Európában, és főleg Közép-Európában. A szovjet hadsereg, ugye az a Vörös Hadsereg, vagy a Szovjet Hadsereg, ugye az kb. 100 000 katonát állomásoztatott Magyarországon, kb. 100 000 Csehszlovákiában, kb. 100 000 Lengyelországban, és kb. 300-400 000 az NDK-ban. Most ha ezt mind összeadjuk, hát ez azért egy elég szép szám, és a másik oldalon Nyugat-Németországban is elég szép szám volt, bár nem ugyanennyi. És a hagyományos fegyverek terén az oroszok, azok fölényben voltak. Tehát több volt a tankjuk, több volt a lövegük, több volt a harci repülőjük, stb. Tehát ezt az egészet úgy kellett egyensúlyba hozni, hogy a fegyverkezés vagy fegyverek csökkentése az ne borítsa föl az egyensúlyt, mert akkor valamelyik ideges lesz, és akkor leáll a folyamat. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy nem könnyű, de meg kell mondani, hogy azért mindkét oldal, és a Reaganről sok minden rosszat elmondtak Ronald Reaganről a politikusok, Ronald Reagan adott pillanatban mindig megfelelőképpen reagált, és amikor úgy érezte, hogy most megmakacsolja magát, és most nem enged, akkor is a következő tárgyaláson, a következő lépésben előrelépett. Tehát az orosz-amerikai tárgyalások, azok a Gorbacsov és Reagan között zajlottak lényegében 4 évig, és ez a folyamat Bush érkezéséig lényegében lezajlott. Ez a folyamat egy rendkívül fontos folyamat volt, mert ezt az egész nukleáris arzenált lényegében levitték egy olyan szintre, amikor az a borzalmas feszültség és veszély, ami fönnállt a 70-es évek végén, az lényegében a 80-as évek végére megszűnt. És a következő volt ugye ez a CFE, ez a Conventional Forces in Europe, tehát a konvencionális fegyverek. Amikor én beléptem 90-ben a külügybe, de akkor írták alá ezt a szerződést, a Varsói Szerződés és a NATO között, amelyik megszabta, hogy egy-egy ország hány repülőgépet tarthat, hány tankot tarthat, hány páncélozott szállítójárművet, és így tovább, és így tovább, országokra lebontva. Ez a keret jelenleg Magyarország számára sokkal magasabb, mint amekkora mi képességünk. Tehát mi még tölthetnénk jócskán, ha ezt be akarnánk tartani, de mindegyik országnak szépen meg van szabva, egyensúlyban van, és van egy ellenőrzési mechanizmusa is. Tehát még az is beletartozik a történetbe, hogy ugye kölcsönösen ellenőrizhetik egymást az országok. Ez óriási eredmény volt. A fegyverzet csökkentés és ez a folyamat, ez óriási eredmény volt. A következő, vagy politikailag viszont egy óriási lépést tett Gorbacsov, amikor 86-ban lényegében fölmondta a Brezsnyev doktrinát. 86-ban azt mondta, hogy ha én a saját népemnek szabadságot akarok adni, akkor a többi népnek is szabadságot kell adni. És ő, mint ilyen humanista, kommunista, ő ezt komolyan gondolta.
Tehát komolyan úgy gondolta, hogy a népeknek szabadságot kell adni, és meg kell adni nekik a döntés lehetőségét. Tehát, hogyha én az én népemnek megengedem, hogy írjon, hogy beszéljen, hogy vitatkozzon, hogy szabadságban, többieknek is meg kell adni. Tehát a Brezsnyev doktrinát fölmondta, és azt mondta, hogy minden nép maga választhatja meg az utat, amelyiken haladni akar. Most ez egy óriási politikai lépés volt, mert attól kezdve ugye a közép-európai országok pártvezetői már nem számíthattak arra, hogy kínos helyzet esetén jönnek a szovjet elvtársak, mert a szovjet elvtársak nem jönnek, nekik kell szembenézniük a saját népükkel, nekik kell ezt a problémát megoldaniuk, ami a szocializmus létét jelentette. Ez a folyamat, ez nagyon szépen végigment, különböző országokban ugye különbözőképpen, Magyarországon 89-ben eljutottunk ugye az ellenzéki kerekasztal, vagy a kerekasztal tárgyalásokig és az alkotmánymódosításig, Lengyelországban 89-ben a részleges szabad választásokig, az NDK-ban a különböző tüntetésekig, a Romániában ugye 89 decemberében a véres forradalomig és puccsig, és itt tovább Csehszlovákiában ugye a bársonyos forradalomig, ami 3 hét alatt összedöntötte a rendszert. Tehát minden országban elindult a maga módján az a folyamat, amelyik a 89 végére, 90 elejére lényegében lebontotta magát a szocializmust. Gorbacsov komolyan gondolta, hogy ebben nem fog beleavatkozni, de úgy gondolta, hogy ha ezek az országok demokratikus úton átalakulnak, akkor is megmaradnak a Szovjetunió kötelékében. És ezért azért dolgoztak is. Tehát nem karbatett kézzel nézték, hogy itt mi zajlik. A dolgozni ez nem csak úgy kell értelmezni, hogy megpróbáltak beavatkozni a folyamatokba. A beavatkozási eszközeik azok lényegesen csökkentek már 89-ben, bár a szovjet elvtársak azért 90-ig ott ültek a belügyminisztérium és a honvédelmi minisztérium és a külügyminisztérium bizonyos irodáiban közvetlenül, és onnan azért nagyon figyelték, hogy mi zajlik ebben az országban, és nyilván a többi országban is ez így volt. Tehát ott ültek bent, és nem nagyon volt oda ugye bejárása másnak, hanem másképp úgy képzelték el, hogy ahogy demokratizálás zajlik a társadalomban, úgy mást is demokratizálni kell. Én 90. szeptemberében kerültem a külügyminisztériumba, és 90. novemberében még láttam olyan tervezetet, amelyik arról szólt, hogy hogyan kell demokratikusabb szervezetté átalakítani a Varsói szerződést. És ezen magyar fél is részt vett, magyar kolléga is részt vett, és ilyen egyeztetések Moszkvában zajlottak, hogy akkor a Varsói szerződésből is csináljunk ilyen NATO-szerű szervezetet, ahol nem csak szovjet tábornok lehet az élén, hanem lehet akár lengyel is, meg lehet magyar is, és hogy akkor hogyan fogunk együttműködni. Nagyon rafinált dolog volt, mert mondjuk a katonai hírszerzés együttműködését ezt a 25. pont B alpontjának C alpontjába írták bele zárójelbe, de azt, hogy például a katonai zenei együttesek hogyan fognak működni, az a 4. pontban rögtön ott fönt szerepelt, hogy milyen jó lesz és milyen kitűnően fogunk együttműködni. Csak akkor azért már sok mindenki reagált erre a Magyar Külügyminisztériumban és máshol is, és akkor azért felkaptuk a fejünket, hogy nem erről volt szó. Ugye Antal József azért 90 nyarán meghirdette azt, hogy Magyarország ki fog lépni a Varsói szerződésből, és ugye a nyugati integrációs rendszerbe fog integrálódni. Tehát ez egy ilyen meghökkentő dolog volt, és akkor ezt azért most már elmondhatom, akkor 2 helyre küldött misszionáriusokat, Varsóba és Prágába. A varsói kis csapatnak én magam voltam a tagja, ifjú diplomataként, egy idősebb diplomatával elmentünk a lengyel külügyminisztériumba, és ott szépen megkerestük a biztonságpolitikával foglalkozó helyettes államtitkár kollégát, és mondtuk neki, hogy Magyarország ki fog lépni a Varsói szerződésből, mit fog ekkor tenni Lengyelország. És a kolléga nagy izgalomba jött, rögtön oda hívta az államtitkárt, rögtön oda jöttek vagy 4-en, hogy ezt hogy értjük, és hogy én kit képviselek. És meghökkentem, mert hogy egy másik kollégával nem oly régen találkoztak Moszkvában, aki meg arról tárgyalt velük, hogy hogyan kell korszerűsíteni a Varsói szerződést. Ugye fiatal diplomataként eléggé meghökkentem, és észné kellett lenni, mit kell erre mondani, és hát elég slágfertig voltam, azt mondtam, hogy én a kormányomat képviselem. Nézett rám, és azt mondta, hogy a kormányát, hát akkor jó.
És ha a kormányát képviseli, akkor küldünk mi is kollégát majd, és válaszolunk rá. És egy ugyanilyen társaság elment Prágába, és Prágában is bejelentették ugyanezt, és pillanatok alatt összeállt ősszel egy olyan munkacsoport, amelyik azt mondta, hogy akkor most szervezzük meg, hogy hogy fogunk kilépni a Varsói szerződésből. A Varsói szerződésből aztán a Varsói szerződésből ugye nem léptünk ki, hanem a Varsói szerződést megszüntettük. Mert amikor a bolgárok meghallották, hogy ki akarunk lépni a Varsói szerződésből, akkor azt mondták, hogy ők is. És a bulgárok is kiléptek, és akkor a románok azt mondták, hogy ők egyedül nem maradnak a Szovjetunióval a Varsói szerződésben, és hogyha már öt állam kilép a Varsói szerződésből, és egy állam marad, akkor az már nem Varsói szerződés. És így aztán ugye 55. május 17-én alapították, és 91. február 25-én Budapesten volt a Varsói szerződésnek az az ülése, politikai ülés volt, amikor bejelentettük, hogy a katonai szervezetét megszüntetjük a Varsói szerződésnek. Ez kissé ilyen puccszerű volt, mert valójában ez nem volt benne a programban, de a napirendre tűzették többen, megvitatták, és a végén eljutott, hogy a katonai szervezetet megszüntetjük, de aztán az oroszok is rájöttek, hogyha egy katonai szervezetnek, a katonai szövetségnek a katonai szervezetét megszüntetik, akkor a szervezetnek nem sok értelme marad, így aztán július 1-én a politikai tanácskozó testület is megszűnt. Na most itt azt hiszem, hogy ezt a részét, a fegyverzet csökkentést, azt lényegében elmondtam. Még annyit kell elmondani, hogy a különböző tárgyalási fordulókban, amelyekben Gorbacsov és az amerikai vezetők részt vettek, vannak mindig ilyen kedves, anekdotikus részek, nem akarom most azzal húzni az időt, de mindegyik alkalommal az derült ki, hogyha egy ilyen tárgyaláson valamiféle emberi hangot találnak a tárgyalófelek, akkor azok bizony átbillentik őket a legnehezebb pillanatokon is. Én a saját tapasztalatomból hadd mondjak, mondtam, hogy fogok anekdotákat is mondani. 92-ben egyeztünk meg az oroszokkal abban, hogy az itt hagyott hagyatékukat és minden egyebet megpróbáljuk szerződéses formába elrendezni. Ugye addigra már kivonultak, 91. júniusában a szovjet csapatok elvonultak, de hát hagytak itt sok mindent. Borzalmasan tönkretett talajt, épületeket, volt egy viszonylag nagy adósságállományuk, ők viszont követeltek tőlünk ezt, azt, amazt, tehát ezt valahogy rakjuk rendben, 8 szerződést kötöttünk velük. Viszont volt itt egy-két olyan szovjet diplomata, aki, vagy orosz, akkor már orosz, aki nem nagyon akarta, hogy békésen ezt megoldjuk. Tehát nagy erővel dolgozott azon, hogy szakmai szinten ne tudjuk megoldani a tárgyalások során. És volt egy Iván Abojmov nevű nagykövet, aki ugye kedves druszán volt, kitűnően beszélt magyarul, egy rigai orosz volt, aki rendkívül sérelmezte, hogy Riga nem tartozik többet a Szovjetunióhoz, és hát, vagy Oroszországhoz, és az ő szülővárosát elszakították tőle, és ebből a sértettségből eredően, mint politikai vezető, mint nagykövet, igen sokat tett azért, hogy ezek a szerződések ne szülessenek meg. Tehát ahol lehetett, ugye akadályozta, olyan követeléseket írt bele, amiket nem lehetett teljesíteni, és többször jött oda hozzá, mi van a Bojmov, és azt mondta, hogy na látod, Iván, mondom én, hogy nem lesz aláírás. És az utolsó este megérkezett Boris Jelcin Angliából, óriási sikere volt, az alsóházon tartott egy nagy beszédet, a repülőn megivott másfél üveg vodkát, és mire ideért, addigra már túl volt a jó hangulaton is, hanem hát kicsi nehézkesen forgott a nyelve, de úgy mindenki úgy érezte, hogy ez kitűnő, mert mi azt terveztük, hogy megjön Jelcin, leülnek Antallal, és a megoldandó problémákat még 4 szem közt leülnek, és megbeszélik azt, amit zárójelbe tettünk, és mégis lesz szerződés. De hát olyan állapotban volt Jelcin, látszott, hogy ővel most nem lehet szerződésről beszélgetni, de voltak neki közvetlen munkatársai, akiknek elmondtuk, hogy vannak ilyen problémák, és ezzel valamit tenni kellene, és megmondtuk, hogy melyek azok a problémák. És ők ismerték Jelcint, és fölébresztették reggel 7-kor, amikor épp észre épp elmével fölkelt, Antallal 8:30-kor leültek, 9:30-ra megcsinálták a szerződésszöveget, és 10 órakor a parlamentnek a kupola termében mind a 8 szerződést aláírták, és akkor én mentem oda Iván Abojmovhoz, mondtam, hogy na látod, Iván, mégis lett szerződés.
Tehát az akkori légkörre ez nagyon jellemző és tipikus helyzet volt, ugye, mert az a korabeli orosz apparátus azért még nagyon úgy érezte, hogy óriási veszteség és vereség számukra az, ami itt zajlik, és amivel csak lehetett, minden eszközzel megpróbálták akadályozni. Itt van egy szép dátum, ugye Bush-Gorbacsov találkozó volt 1989. december 2-án, 3-án, és hát ugye azzal azt írta a sajtó, amikor kiálltak a sajtókonferenciára, ugye a hidegháború 1989. december 3-án 12 óra 45 perckor ért véget. És ez egy ilyen jó bombó, ez úgy benne maradt a politika történetben, hogy ekkor ért véget a világháború, ekkor írták alá a START szerződést, a CFI szerződést, azt később, de már megegyeztek. Még volt egy nagyon érdekes kérdés, a Német Egyesülés, erről egy pár szót szólni kell. Ugye Németország Egyesülését gyakorlatilag senki sem nagyon akarta, Gorbacsov se akarta, a németek se akarták, az európaiak se nagyon akarták, mindenki tartott attól, mi lesz akkor, hogyha már az amúgy is erős Nyugat-Németország még egy darabbal erősödik, még nagyobb lesz, fölborul az egyensúly, stb. De valahogy úgy alakult a történelem kereke, és úgy alakultak az események, hogy Németország egyesítése vagy egyesülése az egy ilyen eléggé felgyorsult folyamat lett, és egyszer Gorbacsov lényegében elszólta magát, ő ugye nem nagyon pártolta azt, az egyesülés, de egyszer elszólta magát egy ilyen diákokkal folytatott beszélgetésen. Ez nem az. Ugye azt is megmondom pontosan, hogy mikor. Hogy hát 89. november 15. Egy moszkvai diákokkal tartott beszélgetésen azt mondta, hogy ő nem zárja ki Németország újraegyesülését. Na most, ha Gorbacsov ilyet mond egy nyílt beszélgetésen, akkor ez egyértelmű üzenet, ugye? Hát a politikusok, ilyen szintű politikusok tesznek egy ilyen fél mondatot, akkor ugye a Angela Merkel is mondott valamit a Willkommenskulturról, és ugye az egész világ megértette rögtön. Gorbacsov is tette egy ilyen megjegyzést, hogy ő nem akadályozza, nem zárja ki az egyesülést, és ez lényegében adott egy óriási impulzust az egész folyamatnak, és utána Kohlnak már nem kellett más tennie, mint hogy szépen rájön erre a hullámra. Ugye előtte azért egy-két dolog megtörtént, ugye Magyarország megnyitotta a határát, a magyar külpolitika orientációja ugye Berlintől egyértelműen átment Bonn irányába, Magyarország aláírta a genfi menekültügyi konvenciót, tehát Közép-Európában azért sok minden mozgásba jött, de ahhoz azért kellett, hogy valaki adjon ennek egy impulzust, aki ennek impulzust adott, az nem volt más, mint Gorbacsov. Mert ő maga rájött arra, hogy ez fölösleges erőlködés lenne, ha úgy adódik, akkor menjen, és elengedte ezt a mondatot. Ez a mondat lényegében egy rendkívül fontos impulzus volt az egyesítésnek. A többiek, azok mind rendkívül tartottak tőle. A franciák, a britek nagyon nem akarták. Az amerikaiak pedig úgy voltak vele, hogy hát ők nem akadályozzák, nem is segítik, ha lezajlik, ám legyen. És akkor Kohl rájött arra, hogy a folyamatot hogy lehet felgyorsítani, ugye a márka konvertibilitását ugye elindította, a kelet-német márka, a nyugat-német márka egy az egybe történő váltását, amivel a kelet-németeknek egy óriási anyagi impulzust adott, hiszen 1:4 volt az arány, ha jól emlékszem. Ezzel adott egy óriási impulzust lényegében a kelet-német gazdaságnak, népességnek, és ezzel elindította először a úgymond valutaszövetséget, vagy devizaszövetséget, és utána pedig a folyamat ment előre, ugye megnyitották a brandenburgi kaput, meg mi egymást, most nem akarom ezt részletezni, mert nincs idő, és ezzel lényegében az egész folyamat lefutott és lezajlott. A végezetül még, amit itt még előkészítettem, hadd olvassak fel egy részt ebből, amit ez a Dmitri Furman írt, mert ez nagyon tanulságos lehet számunkra. Ugye az oroszokról alkotott képünk, és Oroszországról, és ennek üzenete van a mához. Ez pedig hogy szól? Ez a Dmitri Furman egy ilyen Gorbacsovról írt egy ilyen lényegében egy értékelést, és hát Gorbacsovnak ez tetszett, mert berakta a saját emlékiratai közé. Ez a következőképpen hangzik, egy kis türelmet kérek, hogy hagyj. Azt mondja, aki átalakította önmagát és a világot,
Gorbacsov személyének és tevékenységének megítélése az orosz társadalomban ellentmondásos és nem egyértelmű. Személyisége és cselekedetei egyáltalán nem felelnek meg a normális uralkodóról és politikusról kialakult archaikus és a fejlett országokban már letűnő félben lévő felfogásnak, ami azonban igen milyen gyökerezik a mi tudatunkban, mármint az oroszban. Az archaikus felfogásban minél magasabb hatalmi szintről van szó, annál a magasztosabb, kvázi szakrális értéknek tekintik azt, és a mindennapi életben érvényes erkölcsi törvények hatályukat vesztik, ha a hatalom megszerzéséről, megerősítéséről és kiterjesztéséről van szó. A mindennapi életben az az ember, aki örömét lelte a kínzásban, a kivégzésekben, aki megölte saját fiát, az a szörnyeteg olyan, mint Csikatyiló. Retteget Ivánról viszont a nép dalokat költött, sőt, van olyan irányzat a pravoszláv egyházban, amelyik szentnek tekinti, ahogy első Péternek is szörnyű, grandiózus emlékművet állított Moszkvában a demokratikus hatalom. A hétköznapi életben a férj vagy az apa megölése rettenetes bűn. De ki tekinti bűnösnek második Katalint vagy első Sándort? Amennyiben az erkölcsi értékek nem érvényesek, ha az állami hatalomról van szó, akkor még kevésbé működnek az államközi kapcsolatokban. Az archaikus tudatban az államnak és vezetőjének természetes és magasabb rendű hivatása, hatalmának gyarapítása, mások elejvetése, és minél többet hódít, annál hatalmasabb. Ezért aztán rettegett Iván és Nagy Péter véres hódításaik és hatalmi építményük nagy uralkodóvá tették, míg a jobbágy felszabadító második Sándort nem tekintik annak, alakja a népi tudatban meg sem jelenik. És nagyon érdekes, ezt fejtegeti tovább, hogy milyen érdekes az az orosz tudatban. És el kell mondjak egy szubjektív élményt, másfél évvel ezelőtt jártunk Moszkvába, körülbelül akkor volt, ugye? És ott beszélgettem a taxisofőrrel, előhozva orosz nyelvtudásomat, amire 40 év vagy 30 évig próbáltak megtanítani, és én nem voltam olyan ellenálló, mint a magyar társadalom többsége, amelyeket 40 évig próbáltak megtanítani, de ellenállt, és nem hagyta magát. Én egy részét az orosz nyelvnek elég jól elsajátítottam, és a taxisofőrrel elég jól elbeszélgettünk. Nagyon érdekes volt a beszélgetés. A fickó elmondta, hogy Putyin az ilyen. Egy kicsit keménykezű, de egy igazi jó vezér. És akkor erről arról beszélgettünk. Gorbacsov az senki. Az tönkretette az országot, az tönkretette a birodalmat, az tönkretett mindent. Putyin az igen. Az erős, gyarapítja, az a másik. Az a malagyec, ahogy oroszul mondják, ugye malagyec. No persze még egyet tudni kell, hogy ez elég taxisofőr, amikor megtudta, hogy magyar vagyok, hát majd a nyakamba ugrott, hogy hát az kitűnő. Hát hogy ő milyen jól érezte magát Magyarországon. Hát Esztergomban 4 évig. Hát az kitűnő volt, azt mondja. Ott volt benzin, voltak gyévuskák, volt gyengi, minden megvolt. Katonaként olyan jó volt Oroszország, vagy Magyarországon élni, és amikor meguntuk Esztergomot, átmentünk Szegedre. És Szegeden is nagyon jó volt. És óriási lelkesedéssel beszélt arról, hogy milyen jó volt az, amikor a szovjet hadsereg még itt volt Közép-Európában, ők haszonélvezői voltak, és egy nagy birodalomnak voltunk a részesei. És Putyin ezen dolgozik. És ez a kitűnő irány, és ez a Szovjetunió igazi iránya. Na most még egy anekdotát hadd mondjak el, ez pedig a saját szubjektív másik anekdotám. 89-ben ugye Magyarországon járt, talán ide írtam valahová, nem? Nem írtam ide? George Bush. Ugye? Itt volt? Itt van. Igen, 89. július 10-11-én. Én akkor, ahogy Attila mondta, eléggé benne voltam a magyarországi különböző ellenzéki mozgalmakban, és hát kvázi ilyen gesztusként egy Mark Palmer nevű amerikai nagykövet azt mondta, hogy akkor én angol szakos lévén legyek én annak a beszédnek a tolmácsa, amit majd Bush mondani fog a hősök terén, amikor megérkezik. Hát nem kell mondanom, hogy azért hetekig szorongtam, hogy ez hogy fog megoldódni. Állandóan leveleztünk az amerikai nagykövetséggel, az amerikai nagykövetség a Fehérházzal, hogy küldjék már a beszédet, mi lesz az utolsó verzió, hogy szépen fordítsuk, hogy minden jó legyen. Dolgoztunk rajta a feleségemmel, hogy finoman kidolgozzuk ezt a beszédet, és minden klappoljon, üljön. Amikor megérkezett, ugye Lengyelországból jött, jó nagy szélvihar volt, eső volt, minden volt. Ott ültem egy ilyen jeepben a Kossuth szobor mögött, ott a Bozótosban,
megjött Bush, és most löködni kezdtek az amerikai diplomaták, hogy menjek, mert most kell. Most hát ezek a smasszerek benyomtak egy kicsit a bozótba, meg minden, mert hát úgy éreztek, hogy idegen vagyok, de azért nem hagytam magam. És amikor Bush fölállt a színpadra, odaálltam a mikrofonhoz, és elővettem a papírt. Mit csinált Bush, emlékeznek? Odaállt, és így széttépte a papírt. És akkor én úgy éreztem, hogy most a világtörténelemnek vége, most megnyílik alattam a föld, és kész. És most itt halok meg szégyenemmel, mert hogy én kapásból nem tudom a Bush beszédét fordítani, miközben még nem is hallom rendesen, akkor abból óriási világra szóló botrány lett. És kezdte a Great Nation, Hungarian Nation, the Great Nation. És akkor így álltam, és semmi fordítás, semmi tolmácsolás, és egyszer csak jött valaki félreállított, beállt, és elkezdtem mondani, mert hogy azért hozott magával egy profi tolmácsot, aki tudta, hogy ebben a helyzetben mit kell csinálni. Hát ezzel fejezném be, a rendszerváltoztatásnak rengeteg sok mozzanata volt még. A nemzetközi összefüggéseket azt hiszem, hogy elmondtam, és hát bárkinek bármilyen kérdése van, természetesen szívesen válaszok rá. Köszönöm szépen a figyelmet.